Kisokos, kisbetegeknek. A Gokvi Gyermekszívközpontjának fényképes tájékoztatója. Ha kíváncsi vagy kórházunkra, nincs más dolgod, mint indítani a vetítést. Szervusz! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Engem Nórinak hívnak, a Gyermekszívközpontban dolgozom pszichológusként. A többiekkel együtt mindig sokat gondolkozom azon, hogy hogyan lehetne nektek megkönnyíteni a nálunk töltött időt. Mert, bár természetesen jó fejek és kedvesek is vagyunk, azért akárhogy igyekszünk is, kórházban lenni nehéz és talán picit ijesztő is számotokra. Azt reméljük, hogy ez a diavetítés csökkenti majd az aggodalmatokat és segít belekóstolni egy kórház mindennapjaiba, oszlatja a bizonytalanságokat. Én megtanultam tőletek, gyerekektől a Gyermekszívközpontban, hogy lehet ám bátran és mosolygósan is végigcsinálni ezt az egészet. Szóval pontosan mit is fogsz végigcsinálni? Ezt szeretnénk neked egy gyermekszemszögből készített fotósorozat segítségével megmutatni. Lépésről lépésre végigvezetünk a fényképek segítségével a Gyermekszívközpont állomásain. Remélem kíváncsivá tettünk, remélem megnézed, s remélem hasznodra válik majd, amikor jössz hozzánk a kórházba. Elmondok pár dolgot, amit illik tudni erről a helyzetről, aztán bele is vágunk majd az ismerkedésbe. Az első lépés. A Gokvinak több bejárata is van, a Gyermekszívközpontot a Fehér Holló utca felől tudjátok megközelíteni. Ha meg is volt az első lépés, attól még teljesen természetes és érthető, ha aggodalommal töltene nálunk töltött idő gondolata. Szerintem nem nagyon van ember, aki szeret kórházban lenni, a felnőttek is így vannak ezzel. És az is bosszantó, hogy pont te, és pont most. Igen. De hidd el, a fejedbe azt teszel, amit csak akarsz, úgy fogod fel a dolgokat, ahogyan te akarod. Azon sajnos nem tudsz változtatni, hogy kell-e műteni a szíved, vagy nem, és azon sem, hogy mikor, vagy hol, de azt csak is te döntöd el, hogy mindehhez hogyan állsz hozzá, mi van a fejedben róla. Bennünk bízhatsz, ott leszünk, ha elakadnál. Arra kérünk, hogy magadban is bízz bátran. Szóval a kórházunkat legtöbbször Gokviként emlegetik, a teljes nevünk pedig Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Gyermekszívközpont. A Goki két részből áll, a felnőttházból és a gyermekszívközpontból, ide az utóbbiba várunk téged is. Szakmailag nagyon profi a hely, ezt gondolom mondták már a szüleid. Évente közel 600 gyermekkori szívműtétet, 300 katéterintervenciós beavatkozást és 120 katéterablációs kezelést végeznek az orvosok, ami azért egészen elképesztő. Lényeg, hogy jó kezekben vagy, és ez vonatkozik az ápolókra is. Nagyon tapasztaltak, igyekeznek mindig a lehető legkönnyebben, leggyorsabban túlesni a vizsgálatokon. Azért nagyon vagány társaságám, reggel 7-től este 7-ig, és este 7-től reggel 7-ig meg sem állnak, s közben jut idejük pluszban játszani veletek, vagy éppen leülni beszélgetni. Őket is mindig kérdezheted mindenről. Még egy nagyon fontos dolog, és aztán tényleg indulunk. Képzeljétek el, a Gyermekszívközpontot támogatja egy alapítvány, méghozzá a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány. Nekik van egy nagyon szuper honlapjuk, ahol a szüleid számos hasznos információt találhatnak, te pedig letöltheted ezt a két mesekönyvet, amelyek szintén segítségedre lesznek abban, hogy megértsd, mi vár rád majd a kórházban. Ezt a helyet talán már ismered is. Ez az ambulancia, ahova kontrollra szoktál jönni az orvosodhoz. Akkor is itt kezdődik minden, ha beavatkozásra érkezem? Nem, akkor is a beteg felvételnél kezdesz, de utána felfelé mész az osztályokra. Tehát osztályos felvételnél, kórházba kerülésnél, vagy beavatkozásra érkezésnél az első pont a beteg felvétel. A beteg felvétel a földszinten van, az ambulancia bejáratánál. Amikor megérkeztek, a szüleid elintézik a papírokat, te pedig átveheted a bátorság útleveledet, amiben rögtön kapsz is egy pecsétet, hiszen a betegfelvétel az első bátorságpont. No de mi az a bátorság útlevél?
Bátorságútlevél csak a gyermekszívközpontba érkező gyerekeknek jár. A mi kórházunkban ugyanis sok a feladat, az ápolók és az orvosok folyton vizsgálnak benneteket. A Bátorság útlevél összegyűjti a gyermekszívközpont legizgalmasabb állomásait, ahol még pecsét is jár azért, ha ügyesen végrehajtod a feladatot és bátor vagy. Útleveledre nagyon vigyázz, hiszen a végén, ha az orvosodnak bemutatod, még jutalmat is lehet kapni érte. A bátorság útlevél 8 bátorságpontból áll. Ha ügyesen figyeltél, tudhatod, hogy az elsőn, a betegfelvételen már túl is vagyunk. A következőkben képeket fogsz látni majd a gyermekszívközpontról. Végigmegyünk az intézmény folyosóin, abban a sorrendben, ahogy történnek majd veled a dolgok. A bátorságpontokra külön figyelj, hogy minden egyes ponton begyűjtesd majd a neked járó pecsétet. Tehát túl vagyunk az első ponton, a betegfelvételen, irány a második emeleti kezelő. Itt folytatódnak az első nap izgalmai. Mindenféle állomásokon kellett már eddig is sorban állni, és ezután is így lesz ez. Ilyenkor anyáik is feszültebbek lehetnek, lehet, hogy ők is nehezen igazodnak el a sokaságban. A lényeg talán a következő. Sorban állás egy helyen, ami a betegfelvétel, ott kaptunk papírokat, azzal fel a másodikra a kezelőbe. Ez a folyosó végén van, leülünk, nem kopogunk, várunk, hogy szólítsanak, majd bemegyünk. Mindenféle vizsgálatot elvégeznek rajtam. Ilyen teszt, olyan teszt, EKG és hát sajnos vérvétel is van. Az ettől való félelem leküzdésében, ha van ilyened egyáltalán, szívesen segítünk, szólhatsz az ápolóknak vagy nekem is. Szóval innen már nem a folyosó felé, hanem befelé, az osztályra vezet az út. Itt találkozol azzal az ápolóval, aki aznap lesz veled. Megint egy halom, apróbb vizsgálat és milliónyi kérdés, majd végül bevezetnek a szobádba, ahol persze megint milliónyi szabály és tudnivaló következik. Picit meg lehet pihenni, ismerkedni a szobával, esetleg a társakkal, és aztán egyszer csak irány a röntgen. Ez legalább izgi, és még csak nem is kellemetlen, viszont sokan elsütik a majd mosolyogja fotón poént. Fontos lehet még, hogyha katéterbe érkezel, akkor branőt is kell kötni neked, ennek menetéről az ápolódat tudod kérdezni. Tehát lépésről lépésre. A betegfelvétel után a második szint a cél, ahol ennek a folyosónak a végén balra találod majd a kezelőt. Az első emeleti hotelosztály bejárata, a csigás ajtó. A második emeleti hotelosztály bejárata, a nyuszis ajtó. Nagyon fontos, hogy miután az első ponton a betegfelvételen átjutottál, bekerültél a rendszerbe, csak lifttel közlekedhetsz, és nem használhatod a lépcsőt. Ezen kívül mindig kell, hogy legyen veled egy felnőtt. A csigás és a nyuszis bejárat után ez az ajtó már közvetlenül az osztályra vezet. És ugyanilyen kedves a fogadtatás az elsőn és a másodikon is. No tehát még egyszer, megérkezem a földszintre, a betegfelvételre, onnan feljövök a második emeletre, a folyosó végén balra, a kezelőbe, miután itt átestem a vizsgálatokon, azután mehetek be az osztályra, az ápolómhoz. Figyelem! Ne felejtsd el elkérni a pecsétedet, hiszen a kezelő a második bátorságpont. Tudtad? Nálunk a vérvételre nem kell éhgyomorra érkezni, sőt, ha tartasz a szúrás okozta kellemetlenségtől, ápolóinktól kérhetsz varázskrémet is. Végre elérkeztünk következő bátorságpontunkig. Túl vagy a betegfelvételen, átvészelted a kezelőt, úgyhogy irány az osztály, ahol először találkozhatsz az ápolóddal. Itt is nagyon sok az újdonság, és rengeteg kérdéssel kell válaszolni. Bíztatunk benneteket arra, hogy ti is kérdezzetek, és legyetek együttműködő részesei gyógyításotoknak. Tudtad? Ez a pici szerkezet a szaturációdat nézi. Bátran kérdez ápolótól, aki azt is el tudja mondani, hogy mi az a szaturáció.
Emlékszel még? Felvétel után csak liften lehet közlekedni. Ugyanilyen fontos szabály, hogy felvétel után csak kísérővel mehetsz ki az osztályról. Szabályból sosem elég. Hogy mi az aktuális szabály a maszk használatával kapcsolatban, azt ápolódtól tudod megkérdezni. Még mindig csak az első napnál tartunk, de már a negyedik bátorságpont vár rád, irány a röntgen. Ezt látod, amikor belépsz a röntgenvizsgálóba. Ide kell majd állnod, ahol egy szép kötényt is fogsz kapni. Emlékszel még? Itt várják tőled a nagy mosolyt. Szóval több emelet, 4 bátorságpont, rengeteg vizsgálat és még több kérdés után megkapod végre az ágyadat. Ha már nagy vagy, tehát nagyobb vagy, mint 140 centi, akkor ugyan anya nem alhat itt veled, de külön fürdőszobátok van a nagyok szobájában. Végre egy kis nyugalom. Most már szabadon felfedezheted azokat a játékokat, amik a gyermekszívközpontban várnak rád. Miután felfedezted a játékokat, az első nap délutánján még arra is jut idő, hogy ellátogass az olvasósarokba. A szüleid valószínűleg az aneszteziológussal és a sebészorvossal fognak beszélgetni a te beavatkozásodról. Tudod, ha kíváncsi vagy, nyugodtan meghallgathatod, sőt, a kérdéseidet is felteheted. Az orvosok szívesen válaszolnak majd rá. A tervek szerint már következő nap elérkezik az idő. Ma lesz a beavatkozásod. Mindenféle érzéssel találkozhatsz ezen a reggelen is. Izgalom, szorongás, közöny, vagy akár unalom. Várakozni a műtős csapatra hosszúnak tűnhet, amikor azonban meghallod a gurulós ágy zaját, és belépnek a szobádba, megint felgyorsulnak az események, néha követni is nehéz. Fontos tudnod, hogy bátran kifejezheted az érzéseidet. Fontos, hogy ott lehetnek a szüleid. Fontos, hogy megértjük, ha ez nehéz neked, de hamar túl leszel rajta, és mi mindazon vagyunk, hogy a lehető legkönnyebb legyen neked. Bíz magadban, még egy nagy alvás, és túl vagy az egészen. De addig is vegyük sorra a feladatokat. Felkészültél, folytathatjuk. Ahogy mindig, a beavatkozás reggelén is több szabályt be kell tartanod. Talán a legfontosabb, hogy nem ehetsz és nem ihatsz egészen reggel 6-ig. Hidd el, sokkal könnyebb megcsinálni, mint most végighallgatni. Fertőtlenítő fürdőt is kell majd venned, ami nem tűnhet túl hívogatónak, viszont így biztonságos, ha beavatkozásra megy az ember. Plusz a hajadnak is extra fényt ad majd. Még egy szirupot is kapsz reggel, ami kisimítja a félelmeket, sőt esetleg még jókedvre is deríthet. Gurula, gurula, gurulós ágy! Megjöttek a gyermekszívközpont egyik bátor kis betegéért. Felkészültél az útra. Megjöttek a segítők is. Irány a beavatkozás. Ha katéteres beavatkozás vár rád, akkor az első emeletre vezet az utad. Ha műtétre érkeztél, akkor az 5. várnak. Lényeg, hogy mindkét helyre egészen a bejáratig kísérhetnek a szüleid. És mindkét esetben ezt láthatod a gurulós ágyról. Sok minden eszedbe juthat az odavezető úton. Egyet különösen fontos, hogy észben tarts. Nagy mosollyal köszönjél a szüleidtől. Megérkeztél a következő bátorságponthoz, az első emeleten lévő katéteres labor bejáratához. Elköszöntél anyáéktól. Nézz körül alaposan, hiszen te tudod majd elmondani nekik, hogy hogy néz ki a gyermekszívközpontban a katéteres labor. Már csak egy ajtó, és bent vagyunk. És bent vagy a katéteres laborban. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan vigyáznak majd rád, hogy ilyen kedvesen beszélnek veled?
Azt mondják, hogy gondolj valami szépre, az egyik kedvenc helyedre például, vagy egy szivárványra. Aztán azt mondja valaki, hogy kapsz egy maszkot, amiben meg kell keresni a virágillatot. Egy mély szippantás. 3, 2, 1. Bátor leszel, és bízunk benned. Szép álmokat! Elköszöntél anyáéktól. Nézz körül alaposan, hiszen te tudod majd elmesélni nekik, hogy hogy néz ki az elektrofiziológiai labor a gyermekszívközpontban. Már csak egy ajtó, és bent vagyunk. És bent vagy az elektrofiziológiai laborban. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan vigyáznak majd rád? Hogy ilyen kedvesen beszélnek veled? Azt mondják, hogy gondolj valami szépre, az egyik kedvenc helyedre például, vagy egy szivárványra. Aztán azt mondja valaki, hogy kapsz egy maszkot, amiben meg kell keresni a virágillatot. Egy mély szippantás. 3, 2, 1. Bátor leszel, és bízunk benned. Szép álmokat! Tőletek, katéteresektől most elbúcsúzunk picit, és elkanyarodunk a műtő felé. Ti kihagyjátok a 4. emeletet, így a 3. találkozunk majd újra. Addig is sok erőt nektek, gyógyuljatok hamar! Megérkeztél a következő bátorságponthoz, a műtő bejáratához, ami az 5. emeleten van. Elköszöntél anyáéktól. Nézz körül alaposan, hiszen te tudod majd elmesélni nekik, hogy néz ki a műtő a gyermekszívközpontban. Már csak egy ajtó, és bent vagyunk. És bent vagy a műtőben. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan vigyáznak majd rád? Hogy ilyen kedvesen beszélnek veled? Azt mondják, hogy gondolj valami szépre, az egyik kedvenc helyedre például, vagy egy szivárványra. Aztán valaki azt mondja, hogy kapsz egy maszkot, amiben meg kell keresni a virágillatot. Egy mély szippantás. 3, 2, 1. Bátor leszel, és bízunk benned. Szép álmokat! Amíg az orvosokkal vagy és gyógyulsz, a szüleid gyönyörű környezetben várhatnak rád. Túl vagy rajta! Nagyon bátor voltál, és büszkék vagyunk rád. A következő állomás a 6. bátorságpont. Ide, a 4. emeletre érkezel a műtőből. Tulajdonképpen nyugalom van, persze a monitorok pittyegnek azért, az ápoló folyton körülötted sertepertél, és már itt találkozol a gyógytornászlányok egyikével, no meg velem is, ha szeretnéd. Ja, és a kórházpedagógus Enikő néni ide még nem jön. Azért itt még alvásból alvásba csöppensz, de egyre erősebb vagy, s egyre jobban is érzed magad. Fájdalmad nincs, csak kellemetlennek nevezhető dolgok, és bármivel kapcsolatban tudsz szólni, vagy éppen kérni fájdalomcsillapítót. Hamar eltelik itt az idő, és mehetsz is a 3. Már itt is találkozhatsz a szüleiddel, akik ugyan nagyon furcsa ruhában vannak, pont olyanban, mint az orvosok és az ápolók, de legalább napi 2-szer bejöhetnek hozzád. Gondoltad volna? A 4. emeleten gyönyörű festményeket láthatsz majd a plafonon. Tehát, ha a műtőben voltál, az 5. emeleten, és nem a katéteres laborban, az elsőn, akkor a következő módon alakul a gyógyulásod. A műtőből lekerülsz a 4. emeletre, onnan a 3. emeletre, végül vissza a hotelosztályok egyikére, a 2. vagy 1. emeletre. Éljen a 7. bátorságpont, azaz a 3. emelet. Hogy is lehet ide kerülni? Érkezhetsz ugye a 4. emeletről, amit már megismertünk. Ha viszont nem műtéted volt, hanem katéteres beavatkozásod, akkor az 1. emeleti katéteres laborból idehozhatnak egy picit megfigyelni. De mit is kell tudni a 3. emeleti intenzív osztályról? Ha katéteres beavatkozásod volt, akkor ugye a 4-et kihagyod, és egyből a 3-ra érkezel. Ráadásul csak napközben, estére már mehetsz is vissza a szobádba.
Műtét esetén hosszabb időt tölthetsz a harmadikon is, ami egy nagyon izgalmas hely, mindenki pörög és rohan, folyton új gyerekek érkeznek, néha azt is nehéz érteni, hogy ki az orvos és ki az ápoló. De itt már egyre jobb az étvágyad is, egyre több dolgot tudsz végezni önállóan, a gyógytornásszal pedig már ültök, esetleg az ágyat is elhagyjátok. És csak eljön az ideje annak is, hogy még egy szintet lépsz lefelé, vissza az eredeti szobádba, az ismerős arcok közé. Anya vagy apa szinte egész nap melletted lehetnek. Már nem kell beöltözniük, csak egy köpenyt felvenni. Délután 1-3-ig van a csendes pihenő, ami nagyon jól tud jönni az egész napos zsizsgés közepén. Látnivaló ezen az emeleten is bőven akad. Ha nagyon unatkozol a csendes pihenőben, akkor megszámolhatod a színeket az ágy felett. A folyosó is barátságos. Ha majd ide küldenek ultrahangra, próbáld ki a játszósarkot is. Ugye sokkal barátságosabb volt, mint gondoltad. Főleg úgy, hogy innen is lehet tovább menni. Irány újra a hotelosztály. Hű, ez nagy menet volt. Nagyon bátor voltál, hogy végignézted a bemutatónkat. Most már sokat tudsz arról, hogy mi fog történni veled. De mit gondolsz? Van még más is, amit megtehetsz annak érdekében, hogy minden simán menjen? Igen, hát persze, hogy van. Olvasd el figyelmesen az alábbi sorokat. És az előzőekben felsoroltak mellett vannak még egyéb lehetőségeid is. Kattints a linkekre, sok hasznos információval bővülhetsz te és a szüleid is. Akármilyen izgalmasnak is tűnik mindez, előfordulhatnak unalmasabb vagy borúsabb napok is. Készülj fel erre is, tölts le hasznos applikációkat, gond és unaloműzőnek is beválik. A szülői információs mappát olvasva a szüleid sem fognak unatkozni, szólj nekik, hogy használják, a tudás hatalom. Ha kíváncsi vagy arra, hogy miért fontos a test és lélek egysége a gyógyulásban, akkor kattints a videóra. A szívügyek sorozatból kiderül, hogy mi mindent tehetsz te a gyógyulásodért, és hogyan lehetsz hős, hatékony őre sorsodnak. Hát igen, itt tartunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha majd akkor találkozunk, amikor már túl vagy mindenen és úton vagy haza, akkor vajon hogy fogsz gondolkozni a gyermekszívközpontról és az akkor már mögötted álló időszakról? Így képzelted el az egészet? Hogy vagy most? Mikre fogsz emlékezni? De arra lennék a legkíváncsibb, hogy most hogyan tovább? Mi lesz az első dolog, amit otthon meg fogsz tenni? Mi a következő lépés? Remélem elmeséled majd. Ne felejtsd el beváltani bátorság útleveledet az orvosodnál, megérdemled érte a jutalmat. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, és őszintén kívánom, hogy kevés ideig ismerjük egymást, de abban nagyon sok mosoly legyen. Nem is tartunk fel tovább, nagyon bátor voltál, büszkék vagyunk rád. Irány haza! Ők már túl vannak rajta. Látod, hogy mosolyognak? Készült a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány támogatásával.